Ez a víztorony most épült itt Tiszadadán. Az építmény azt az ivóvizet tárolja és biztosítja akár áramszünet esetén is a lakosság számára, amelyet a jövőben Tiszadobtól kap a község. Az egymástól mindössze néhány kilométerre lévő településen ugyanis hatalmas különbség volt korábban az ivóvíz minőségében. Tiszadadán ez a szolgáltatás régóta kifogásolható volt, ezt sikerült most orvosolni Európai Uniós forrásból. Tiszadada településen a megyébe az egyik legrosszabb minőségű víz volt, és a nyírségvíz üzemeltetőnek nagyon sok problémája volt azzal, hogy valamit kihozzon ebből a tiszadadai vízből, és nagyon örültünk neki, hogy volt egy olyan pályázati lehetőség, ami keretén belül Tiszadobról át tudtuk egy csővezetéken hozni Tiszadadára a megyébe az egyik legjobb minőségi ivóvizet, úgyhogy és egy víztorony is, hidroglóbusz is kialakításra kerül, ami pedig biztosítja áramszünet esetén is a víznyomást a településen. Bán György Tiszadob polgármestere elmondta, településükön csak nem 500 millió forintból valósultak meg fejlesztések a projekt keretében. Azon túl, hogy biztosítják az ivóvizet Tiszadada számára, a Tiszadobhoz tartozó Rejetanyán is kialakították a hálózatot. Emellett pedig a korábbi már elavult vízvezetékeket is kicserélték. Én úgy gondolom, hogy Tiszadob ivóvizének az csak használ, hogyha úgymond jobban húzzuk a kutat, mert ez egy lényeges dolog, hogy megfelelő legyen a fogyasztás, kevés legyen a pangóvíz a vezetékekbe, és hát ugye kutat használni kell ahhoz, hogy újra pótolja friss vizet. Tehát mi nagyon örülünk ennek a projektnak. Tiszadobon ezen projekt keretén belül közel fél milliárd forintot fektettünk be. Tehát egy az, hogy kivittük erre a Rejetanyára az ivóvíz vezetéket, a másik, hogy a településen a régi elavult vezetékrendszer is kicserélésre került. Tehát ezen a nagy projekton belül tulajdonképpen Tiszadobon is egy jelentős megújítás történt. A fejlesztések az Észak-Kelet-Magyarországi ivóvíz minőségjavító programban valósultak meg a két településen, összesen 870 millió forint értékben.